A 2023-as DeepCool együttműködésünk a végéhez ért, és a cég úgy gondolta, hogy egy igazi zingerrel fogjuk lezárni ezt az évet, szóval küldtek egy CH560-as, meg még néhány alkatrészt, hogy építsek egy gépet még így az évnek a végén. Azt kell mondjam, hogy nem csalódtam ezekben az alkatrészekben. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CD Kio Unod már, hogy a Windowsod még mindig nincs aktiválva? Nos, erre úgy gondolom, hogy van egy megoldásom. Ha felnéztek a cdkeyoffers.com weboldalra, akkor ott találtok igencsak jó áru Windows kulcsokat. És hogyha berekjük őket a kosárba, valamint használjuk az ANO25, vagyis ANO25-ös promókódot, akkor további 25% kedvezményt kaphatunk az amúgy is olcsó termékkulcsokért. Megveszitek, beírjátok, aktiváljátok, Bum, a gépetek készen áll. Ó, hogy már aktiválva a gépetek, de most az Office-szal szenvedtek? Nem fogjátok elhinni. Ismételten nézzetek fel a cdkeyofferscom ra ahol bizony Office kulcsokat is találtok majd, és el nem hiszitek, erre is használható az ANO 25-ös akciós kód. Szóval, kód a leírásban, és linkek a leírásban. Köszönöm a CD nek hogy fizetik az eHavi rezsimet, és most tovább a kontentre! A ház a szokásos kartondobozban érkezik majd, de kibontva az eddigi legkockásabb gépházat láthatjuk, ami eddig kikerült a Deepcool kezei közül. A négyzetek és a négyzetrácsos mintázatok körülölelik majd a gépet, és egy ritka, különleges, mégis letisztult megjelenést adnak a háznak. Na, ez a nem mindegy. A ház eleje tetőtől talpig négyzetrás gödrös, ami mögött egy porszűrő és három előre beépített ventilátor fogad majd minket, egy negyedikkel kiegészítve a hátoldalon. Igen, négy ventilátor alapból benne a gépben. Eztet szeressük. Az oldalsó panelek ismerősek lehetnek, az alaplap mögötti hátlap kettő csavarral szedhető le, amik egyébként kaptív, kézzel is csavarható csavarok, köszönöm szépen. A másik oldal pedig mágnesesen marad a helyén, amit ezzel a kis pöcökkel tudtok lepattintani. Itt azonban egy ritka, érdekes dizájnt kapunk. A felső kamra üvegfalat, még a pince egy légáteresztő rácsot kapott az oldalpanelen, ami egy nagyon egyedi két tónusú megjelenést ad ennek az oldalnak. A gépház tetején látunk majd egy Deep Cool logót, illetve itt vannak az idézőjelesen előlapi portok, egy USB 3, USB-C és egy combo jack formájában. Itt fent van még egy mágneses porszűrőnk is, csak a mihez tartás véget. Ahogy a házon kívül, házon belül sem nagyon lesz mire panaszkodnunk. Hatalmas helyünk van berendezkedni, helyel 360 mm radiátoroknak elől és hátul, videókártya hosszúsággal sem lesz gond, sőt, még egy beépített támasztónk is van a nehezebb országoknak. Az alaplapit kettő igen méretes gumival fedett kábelgödör figyel majd, lejjebb a túloldalon kettő két és fél incses SSD rögzítőpont, a pincében pedig hely egy három és fél mereblemeznek, a tápegység szivas tappancsokon ő majd a rázkódás elkerülése érdekében, az alsó ventilátor pedig ezen az alsó kamrán fogja nagyrészt átfújni a levegőt, szóval minden király és hűvös. A kábelek egy előre kialakított csatornában haladnak lefelé, és az összes ventilátor áramellátása és RGB vezérlése össze vannak kötve, majd csatlakoztatva egy beépített kontrollerbe. Őszinte veletek, építeni ebbe a gépházba kifejezetten egyszerű volt. Alkatrészeink egyébként egy Z790A Gaming Wi-Fi 2 alaplap az asus egy Intel 14700K-s processzor és 32 giga Corsair Dominator memória, valamint egy 512-es XPG SSD, amit beadottam a gébe, ezt nem vettem fel, mert elfelejtettem, sorry. Processzor be a foglalatba, memória a helyére, és fel is szereltem a hűtőt. Ez egy nemrég megjelent Deepcool AK620 digitál toronyhűtő, ami őszintén gyönyörűen néz ki. A négyzetes mintázat megjelent a hűtőbordákon is, közöttük kettő 120 mm-es ventilátorra, illetve egy felső mágneses panellel, amire még majd visszatérünk. Szét kell szedni a teljes szerkezetet, hogy felcsavarhassuk az alaplapra a hozzákapott célszerszámmal, de miután megvoltam, visszapakoltam rá mindent, és mehettem is dolgomra. Érdekesség a rajta lévő ventilátorokkal kapcsolatban, hogy van rajtuk egy ilyen kis nyíl az oldalon, ami mutatja, hogy melyik irányba fújja magán keresztül a levegőt. Ez kifejezetten hasznos lehet, ha elfejtettétek, hogy hogyan szedtétek le róla őket, mivel... Ugye fontos, hogy a levegő az értelmes irányba áramoljon keresztül a PC-n, és mivel az első ventilátorok befele szívnak, a hátsó ventilátor kifele fúj a gépből, érdemes így abba az irányba küldeni a levegőt, és nem ellen fújni azoknak. Ez csak egy tip, hogyha esetleg ezt nem tudtátok. A következő lépés, hogy az alaplapi szerelvényt behelyeztem a gépházba, majd pedig oda csavaroztam, és ezzel haladhatunk is az utolsó alkatrészünkre, a tápegységre. Ez szintén a Deepcool egy új jószága, a PX1000G. Ez egy normál ATX méretű 1000 wattos 80 plusz gold tápegység, teljesen moduláris kábelezéssel, ismételten a négyzetes rácsózásra, ezt egyszerűen imádom, és egy egyelőre még elég különleges 12 voltos csatlakozóval, amivel egy kábellel lehet hogy látni árammal, ugye a modern felső kategóriás videokártyákat, ahelyett, hogy ilyen hülye átalakítókat használtak, mint amelyeket az Evangelion PC build is látsz Szóval ez egy eléggé fájdalmas dolog, és örülök, hogy egyébként az új tápegységek már ezzel a kábel opcióval is érkeznek majd. Amit itt érdemes megjegyeznem, hogy ezt nem tudom demonstrálni nektek itt ebben a videóban, mert már nincs nálam egy olyan kártya, a kártya, ami ebbe a gépben van, az egy picit régebbi modell, szóval ezt a portot csak úgy nézzük, nem próbáljuk ki. Bekötve a tápkábeleket, illetve minden mást, ha már itt vagyunk, készen is állunk a gép bútolására. És ez szerintem fantasztikusan néz ki. A világítás nagyon kellemesen üt az előlapon, de a belső teret is bevilágítják a ventilátorok, ahol egyébként láthatjuk, hogy a mágneses fedél a hűtő tetején egy kis kijelzővel lett ellátva, és mutatja, hogy hány fokos a processzor. Ezt át tudjuk állítani egyébként a szoftverbe, hogy mit mutasson, de ez egy kifejezetten ötletes dolog. Torony nagyon ritkán lát az emberi ilyesmi kijelzőket, de mint ahogy látjátok, megoldható, és meglepően jól működik. Ó, és nyilvánvalóan a hűtési kapacitása is tökéletes ennek a hűtőnek, 1470 k processzorunkat minden probléma nélkül hűtötte, szóval nincsen probléma. Minden probléma nélkül akkor nincsen. Ez... Ó, és az RGB világítás színét is állíthatjuk a felső panelen elhelyezett gombos segítségével, hogyha nem akarnátok rákötni az alaplapra a vezérlést. Személy szerint nekem ez a szett, ez baromira bejött, és a gépház az egy erős holdversenyben van az eddigi kedvencemmel a CH370-esnek a fehér verziójával. Most, hogyha kiderül, hogy ebből is csinálnak fehéret, akkor lehetséges, hogy lesz egy új kedvencem. Tehát az egyszerű, de nagyszerű, letisztult, minimalista megjelenése ennek a gépháznak, azzal, hogy minden ilyen rohadt szögletes, de mégsem vágja meg az újadat, mert azért értelmes egy cég csinálja, aki nem egy sorjás gépházakat ad ki a kezei közül egyszerűen csak baromira tetszik, és nagyon örülök annak, hogy ezzel együtt tudtam még itt dolgozni az évnek a végén a Deepcool együttműködésünknek a legvégén. A kérdés, hogy ők visszatérnek-e, mint szponzor 2024-ben, egy nagyon jó kérdés, és ezt csak akkor tudhatjátok meg, és csak akkor értesültök majd róla, hogyha feliratkoztok, szóval ajánlom, hogy nyomjatok rá arra a gombra, és nyilván szeretném megköszönni a Deep nak hogy elküldték az alkatrészeiket, ezt nyilvánvalóan a leírásban linkelve lesznek, csak úgy, mint a többi alkatrész, amit ebben a videóban használtam még, kivéve a videókártyát, mert Kétlem, hogy túl sok cég árulná jelenleg a gigabyte a 980-asát. Egyébként, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és most itt a gépen fog megjelenni a kettő további videónk. Az egyik akkor a CH370-es gépháznak a videója, ha már emlegettük azt a szerencsétlent, illetve a másik meg valami, amit a YouTube rakott oda. Nézzétek meg, nektek melyik tetszik jobban? Döntsétek el, jöjjetek vissza, írjátok meg, hogy milyen volt az a gép, mit tudom én, mi azt csináltak, amit akartok. Sziasztok.